Hello mindenkinek, ez itt a Restart élőben, én a Vendi vagyok, és elkezdjük a mai informatikai adagunkat. Nem is húzom az időt, mindjárt látjátok az elérhetőségeket, ezen keresztül fel tudjátok venni velem a kapcsolatot, facebook.com/fixhd, itt is nézhető az adás élőben, illetve természetesen kommentek is jöhetnek a videó mellé, Skype, illetve a telefon, ami még elérhető lesz a műsor második felében. Szóval, mint mondtam, nem húzom az időt, tegnap volt ugye a Samsung nagy leleplező napja, este 8 órakor, már hogy helyi idő szerint este 8 órakor, hát bemutatták a Galaxy sorozat következő szereplőit, csúcskategóriás telefonjait, mindjárt 4 darabot egyébként, ugye az S10-esből, de természetesen más dolgok is jöttek, például az összehajtogatható, vagy hát széthajtogatható, vagy nem is tudom, hogy nevezzük, mobil, ugye a Galaxy Fold is megérkezett, ráadásul ezzel kezdték egyébként a bemutatót, én most nem ezzel fogom kezdeni, hanem nézzük, hogy mit is tudunk a Galaxy S10-es sorozatról, amiről igazából már a bemutató előtt minden kiszivárgott, tehát túl nagy meglepetésre nem nagyon lehetett számítani, ahogy én ezt már tegnap is elmondtam, de nézzük, hogy mi történt. A Samsung új prémium okostelefonokkal ünnepelte a Galaxy sorozat 10. születésnapját, tehát ez egyben egy jubileum is volt. Az S10 okostelefonok úttörő funkcióit a legújabb piaci igények alapján fejlesztette a gyártó. A sorozat 3 tagja innovatív, új generációs kijelzővel, továbbfejlesztett kamerafunkciókkal és kiemelkedő teljesítménnyel hozta el az új mobil telekommunikációját a felhasználók számára. Az S10e ugye egy kompakt eszközekben kínált a legfontosabb prémium funkciókat használók számára készült, az új dinamikus AMOLED kijelzővel, a professzionális kamerával és a kiemelkedő teljesítményével az S10 széria eddig nem ismert lehetőségeket teremt a felhasználóknak a mobil használat terén. Kicsit marketing szagú a duma, de azért úgy érezzük, hogy természetesen egy teljesen új megoldásról van szó, szóval, ami igazából túl sok, hogy úgy mondjam, nagy újdonságot a régi mobilokhoz képest nem nagyon tartogat. Az első HDR 10 pluszos tanúsítvánnyal rendelkező okos telefonként a Galaxy S10 kijelzője képes minden eddiginél élénkebben megjeleníteni a digitális tartalmakat, a dinamikus szín térképezésnek köszönhetően pedig a legkülönbözőbb árnyalatokat is élethűen adja vissza. A VDE tanúsítvánnyal is rendelkező dinamikus AMOLED kijelző élénk színeket és kiemelkedő kontrasztarány nyújt, még mélyebb fekete és még fényesebb fehér szín megjelenítése érdekében, tehát gyakorlatilag már szó szerint világít a kezünkben a telefon. A felhasználók a legerősebb napsütésben is elveszhetik az okostelefonjukon a Display Mate által hitelesített lenyűgöző szín megjelenést. A dinamikus AMOLED kijelző az úgynevezett TUV Reynard iComfort hitelesítését is kiérdemlő kijelző technológiával szűrők alkalmazása, illetve képminőség változtatása nélkül csökkenti a kibocsátott kékfény mennyiségét. Ez nyugtatja ugye valamennyire a szemet, tehát elvileg nem roncsolja annyira a szemünket, mint mondjuk a korábbi készülékek. Na nézzük, hogy néznek ezek ki a gyakorlatban. Szerintem megint semmi újat nem fogok mutatni, hiszen ezek már ugye mind bemutatásra kerültek. Így néz ki tehát az S10e kijelző. Ugye ez a, mondjuk úgy, hogy a light változat, ugye, gyakorlatilag, tehát, hogy két kamera van rajta, ilyen színekben érkezik, sárga, ilyen kékes, aztán türkiz, fekete színekben érhető el a készülék. Az úttörő mérnöki megoldásokkal tervezett Infinity O kijelzőbe szenzorok és kameratechnológiák egész sorát integrálták bele. Az előlapi kamerát körülölelő kijelzőnek köszönhetően a felhasználók a képernyő teljes felületét a lehető legjobb mértékben használhatják ki anélkül, hogy a figyelmüket bármi is elterelné. Az S10 dinamikus AMOLED kijelzője a világon először ultrahangos új lenyomat olvasó megoldással érkezik, amely az új lenyomat vonalait 3D-ben olvassa be, szemben a korábbi 2D-s megoldásokkal.
az egyedülálló FIDO szövetség biometrikus elemekre vonatkozó hitelesítésével rendelkező technológia a biometrikus azonosítás új generációját hozta el. A telefonon tárolt adatok így egy zárható szép védettségű szintjét kapják meg. A Samsung csak úgy, mint a 2G, 3G, 4G esetében 5G-s megoldásokban is élen jár, a legnagyobb beszállítókkal közösen fejleszti és telepíti az 5G-s hálózati technológiát. Az első csúcskategóriás 5G-s okos telefonjával, az S10 5G készülékkel juttatja el a felhasználókhoz az 5G erejét. Ugye, mint mondtam, 4 készülék jelent meg. Egy úgynevezett light verzió, tehát az E, a sima S10, S10 Plus, illetve ez a bizonyos 5G-s készülék, ami szintén az S10, csak ugye 5G képességekkel van felvértezve. Az S10 5G-vel a tulajdonosok 5G-s hálózaton keresztül percek alatt tölthetik le kedvenc sorozatuk, akár teljes évadát, gyakorlatilag késleltetés nélkül játszhatnak grafikai megoldásokban gazdag felhő alapú játékokkal, zavartalanul élvezhetik a továbbfejlesztett VR, illetve AR élményt, családdal, barátokkal való kapcsolattartás pedig valós idejű 4K-s videóhívások segítségével még egyszerűbbé válik. Ugye az előbb már mutattam gyakorlatilag a képet, hogy az S10-e prizmafehér, prizmafekete, prizmazöld és kanári sárga színekben érhető el. Az S10 prizmafehér, prizmafekete, prizmazöld színekben. Az S10 Plus pedig további, még egy teljesen új, úgynevezett kerámia fekete színvariánsban is érkezik. A Galaxy S10 Plus, illetve 10e. Árai nagyjából magyarországi árakat fogok mondani, 310, 350, 250 ezer forintos áron kerülnek majd március 8-án a boltokba, nagyjából, mint mondtam, tehát ezek nem pontos árak. Úgyhogy ebben tessék gondolkodni. Hát drágább, mint a tavalyi modellek, ugye az S9, egy picivel, tehát érdemes várni, és nem rögtön rohanni a boltba megvásárolni őket, de igazából természetesen mindenkinek a saját magára van bízva, hogy hogyan kíván ebből a készülékből esetleg majd beszerezni magának. És akkor nézzük az összehajtható mobilt, mert ugye ezzel kezdték, kicsit bénáztak is egyébként a bemutatón. Aki látta, az biztosan tudja, hogy miről beszélek. Brutálisan drágára sikeredett, erről már szintén esett korábban szó, hogy nagy valószínűséggel iszonyat drága lesz, hát úgy néz ki, hogy ez így is van. Ugye a Samsung leleplezte a nagy érdeklődés övezte Galaxy Fold készülékét is a tegnapi nap folyamán, ami egy teljesen új kategóriát teremt meg a mobil piacon. A cég új termékét ugyanis a kijelzője közepén félbe lehet hajtani, ez pedig teljesen új lehetőségeket nyit meg a multitasking, a fotózás vagy a videózás, de még a játékok terén is. A Fold egy új termékkategória első képviselője, ami lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy olyan dolgokat tegyenek, amelyekre egy hagyományos okostelefonnal nem lennének képesek. Most két külön világ legjobb funkcióit kapják meg egy készülékben, amely kihajtva a Samsung eddigi legnagyobb okostelefon kijelzőjét hozza el. Nézzük is mindjárt majd, hogy mekkora méretekben pompázik. Így néz ki egyébként a készülék, azért így mutatok róla egy ilyen kis képet, egy ilyen összefoglaló kis képet, tehát összehajtva így néz ki, kicsit hosszúkás maga a készülék. Itt nyílik, itt meg szét van nyitva gyakorlatilag. Hát szinte táblagép, mert 7,3 colosra sikeredett szétnyitva, és 4,7 colos összecsukva a készülék. Jó, a Galaxy Fold minden pillanatban az aktuális igényeknek megfelelő kijelző méretét nyújtja, az összecsukott állapotban kiválóan alkalmas az egykezes használatra, telefonhívásokhoz, üzenetküldéshez és egyéb aktivitásokhoz, ugye szokott módon, kihajtva pedig korlátlan multitasking lehetőségeket, és még jobb élményt biztosít a prezentációk, a digitális magazinok, a filmek, egyéb videós, illetve AR tartalmak megtekintésekor. Az eszköz egy egyedülálló kifejezetten hozzá tervezett kezelői felülettel érkezik, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre akár 3 aktív alkalmazás is fusson, hát ez azért kicsit messze van a multitaskingtól. A multi 3, hát azért az úgy kicsit kevéske. Így a felhasználók párhuzamosan böngészhetnek, dolgozhatnak,
nézhetnek, vagy oszthatnak meg tartalmakat zökkenőmentesen. A Fold külső és fő képernyője között a felhasználók zökkenőmentesen válthatnak, a telepített alkalmazások pedig mindkét kijelző használatakor ugyanott jelennek meg, ahova a felhasználó helyezte őket. Amennyiben fotózásra, tartalom előállításra, képek szerkesztésére kerül sor, érdemes kihajtani a kijelzőt, és nagyobb méretben egyszerűen elvégezni ezeket a műveleteket. Az zökkenőmentes működés érdekében a Galaxy Fold egy nagy teljesítményű új generációs API chipkészlettel érkezett, 12 gigabájtnyi RAM-mal, és a számítógépekhez hasonló teljesítménnyel van felvértezve, ez mondjuk igaz, már a 12 giga RAM azért még a számítógépekben is ugye ritka. A készülékbe épített dinamikus AMOLED kijelző magával ragadó látványt, az AKG hangszórók pedig éles, tiszta hangzást biztosítanak a készüléknek. A kamera rendszer kialakításakor szintén nem kispályázott a Samsung, mindjárt 6 lencséből álló szisztémát rakott a Foldba, amiből 3 a készülék hátoldalán, 2 belül, egy pedig a fedőlapon található. Az eszköz a multitasking új szintjét hozza el, videóhívás közben akár más alkalmazásokat is használhatunk egyidejűleg, akár csak úgy egy számítógépen. Már akkora sikerül egy példányra szert tenni az új eszközből, ugyanis a Galaxy Fold LTE és 5G-s készülékek ugyanis egyelőre csak limitált mennyiségben kerülnek forgalomba, és Magyarországon például első körben nem is lesznek elérhetőek, és hát az eszköz ára az Egyesült Államokban nettó $2000 körül fog alakulni, ami azt jelenti, hogy nálunk a megjelenésekkor, ha esetleg számíthatunk rá, olyan 700.000 forintos ártáblával fog majd a polcokra kerülni. Hát azért ez brutális, én azt gondolom, 700.000 forint egy, hát most nevezhetjük bárminek, de telefon, bár egyébként egyre nehezebben lehet ezeket telefonnak nevezni, egy ilyen táblagép telefon mizéria gyakorlatilag. Úgyhogy ezeket tudtuk meg. Egyébként igazából ezeket már eddig is tudtuk. Még annyit esetleg érdemes elmondani az S10-ről, mert itt közben jött nekem az info, vagy hát nem közben, csak itt szóltak, hogy mindenképp mondjam el, hogy másmilyen Instagram alkalmazási lehetőség van, kimondottan az S10-ben, hogy az egész pontosan mit akar. Ugye a gyártók ma már jól tudják, hogy nem lehet csak gigabájtokkal és megapixelekkel elérni a vásárlók kegyeit, valami másra is szükség van egy bejáratott szolgáltatás esetén, például extra funkciókra. A tegnap bemutatott S10 is egy ilyen elgondolás mentén született, a Samsung ugyanis partnerségre lépett az Instagrammal, azaz ugye a Facebookkal. Az együttműködésnek hála a mobil kamera alkalmazásban is elérhető a képmegosztó, a felhasználók pedig onnan a rendes Instagram indítás nélkül is feltölthetik az elkészült fotókat, bővíthetik ugye akár a napi történeteiket. Az Instagram fejlesztését irányító Adam Mosseri szerint a különleges módban teljesen más élmény a program használata, utóbbit persze csak azok élvezhetik, akik beruháznak az új mobilok valamelyikébe, mert bár ez egy szoftveres módosítás, de csak az új készülékben érhető el, tehát az S10-ben. Esélyes egyébként, hogy hamarosan majd megkapják a korábbi modellek is, mert hát, mint mondtam, egy szoftveres módosításról van itt szó, semmilyen hardveres követelmény nincsen hozzá. A szerda esti bemutató alkalmával a Samsung azt is elárulta, hogy natív kamera appjához külsős fejlesztőknek is hozzáférést ad a jövőben, nekik az elérhető fotós funkciókat így saját alkalmazásaikba is bele tudják majd költöztetni. Ilyen kedvezményhez többen is hozzájuthatnak, közöttük, vagy hozzájutottak már közöttük a Snapchat is, aki nagy valószínűséggel hamarosan szintén kimondottan erre a készülékre egy saját verziót fog majd megjeleníteni. A Samsung egyébként nem csak az Instagrammal kötött megállapodást, napjaink egyik legnépszerűbb játékát, a Fortnite-ot fejlesztő Epic Games-el is újfent együttműködésbe léptek, amelynek értelmében mindenki, aki az új Galaxy-kra befizet, egy a játékban felhasználható exkluzív holmihoz is hozzájuthat, tehát egy ilyen közös merchandising is van itt, kérem szépen, a háttérben. Hát igen, fontos, fontos, hogy rábírják a kedves felhasználókat, hogy váltsanak készüléket, de ilyen árak mellett szerintem azért
szükség is van a marketingre, meg a promócióra, mert nem nagyon fognak szerintem az emberek rohanni és megvenni, mert kicsit drága mulatság szerintem manapság csúcskategóriás telefont vásárolni. Hát meglátjuk, holnap majd a Restart Extrában kicsit jobban kivesézzük, én most ennyit szántam a Galaxy bemutatóra. Természetesen, aki lemaradt volna, vissza tudja nézni egyébként a komplett Unpacked rendezvényt, a YouTube-on fent van, már feliratozták is, úgyhogy aki nem tud esetleg angolul, akkor ugyan angolul van feliratozva, de van automatikus magyar fordítás rajta, tehát gépi fordítás, tehát egész jó magyarsággal azért meghallgathatja, vagy megnézheti és elolvashatja, hogy pontosan mit is mutattak be, hogyha érdekel benneteket. Jó, menjünk tovább, vannak itt más híreink is. Biztonsági probléma lépett fel a WhatsApp alkalmazásban. Nagyobb biztonságot ígért a WhatsApp, de éppen az ellenkezője történt. Felfedeztek ugyanis egy biztonsági részt az applikációban, amit kihasználva hozzáférhetők az úgynevezett arcfelismeréssel és új lenyomattal védett csevegések. Fontos biztonsági funkciót vezetett be a WhatsApp a közelmúltban az iOS-es felhasználók számára. A Face ID arcfelismerés, vagy a Touch ID új lenyomat olvasás használatával tudják védeni a csevegéseiket az illetéktelenek elől. Azonban kiderült, hogy van egy kis probléma ezzel, az amúgy igen hasznos funkcióval. Egy tweet szerint az egyik Reddit felhasználó tette közzé azokat az úgynevezett iOS share sheet-eket, ennek a funkciónak a kihasználásával hozzáférhetőek ugye a fent zárolt csevegések. Fontos tudni, hogy a hack csak akkor működik, ha a WhatsApp képernyő zárulási beállításánál a kiválasztott intervallum más, mint az immediately, vagyis az azonnal a Reddit felhasználó, például az after one minute, vagyis az egy perc utáni opciót használva mutat meg a biztonsági részt. Bízunk benne, hogy a következő WhatsApp frissítésnél már orvosolják ezt a problémát. Jót akartak, hát nincs ezzel gond, csak hiba csúszott a számításba, ilyen nem már találkoztunk párszor, ezt gondolom. Úgyhogy óvatosan a WhatsApp-pal is. Aztán nagy változás jöhet az iPhone-oknál és a Mac-eknél is, de elvileg ennek örülni fognak a felhasználók. Új szoftverfejlesztői platformon dolgozik, ugyanis az Apple, amely segítségével olyan alkalmazások lesznek készíthetők, amely a cég minden termékén elfutkároznak majd. Tehát itt is egy ilyen multiplatformos futtató környezet lesz. Már 2017-ben felbukkant a Marcipán nevű újdonság az Apple házatáján, de akkor még elég keveset lehetett tudni róla, ám most se sokkal többet. A Bloomberg azonban most újabb információk birtokába jutott, és ha a pletykák igazak, hamarosan új időszak köszön be a cupertinoi gyártó rendszereit használók felé gyakorlatilag. A Marcipán kódnév alatt ugyanis egy univerzális appfejlesztő platform terve rejtőzik, amely komoly lehetőséget ad a programozóknak, segítségével ugyanis iPhone-okon, iPad-eken, továbbá Mac számítógépeken egyaránt futni képes alkalmazások készíthetők. A platform bevezetésével nem csak a fejlesztés, hanem a programokhoz készülő frissítések, illetve javítások kiadása is felgyorsulhat, hiszen az appokat nem kell majd külön megírni a cég mobilos, illetve asztali rendszerére, hanem egy platformon megírják, és az gyakorlatilag mindenhol képes lesz futni. Az új platformot valószínűleg nem teljes funkcionalitás mellett élesíti majd az Apple, arra csak később, körülbelül 2 év múlva, 2021 környékén kerülhet sor. Ez azt is jelenti, hogy az első körben csak meghatározott alkalmazás fajtákkal lehetne majd ezt így használni. Az új fejlesztői platform megjelenése megerősíteni látszik azt a korábbi elképzelést, amely szerint az Apple előbb-utóbb egységesíteni szeretné a Mac-et, illetve az iOS-t és annak alkalmazás boltjait, a jövőben pedig egyetlen közös felületről lehetne letölteni az összes almás termékre készült programot. Azt gondolom minden gyártó, tehát az, igazából a Google is e felé megy, ezért is van az Android kapcsán is ugye némi homály, hogy most itt mi is lesz, mert elvileg ugye az idén megjelenő Android lesz talán az utolsó Android, és utána egy teljesen más rendszert
retérnek át, ugye, amit fuchsiának vagy fuchsiának neveznek, ez ugye a Google oldala, és hát ugye az előbb mondtam, az Apple is tartogat valami hasonló meglepetést egy-két éven belül, szerintem a Google is hasonlóan egy-két éven belül fog ezzel előrukkolni. Úgyhogy az elkövetkezendő időkben tehát változásokra lehet számítani, ami elvileg jó dolog, hogy gépen is, meg telefonon is ugyanazokat az appokat fogjátok tudni majd használni, vagy fogjuk tudni majd használni. Maradunk az Apple-nél. Ugye nemrégiben beszéltünk róla, hogy Németországban is be akartak tiltani bizonyos készülékfajták, Apple készülékfajtákat, tehát iPhone-okat, méghozzá azt hiszem a 7-es modellekről volt szó, és 7-es, 8-as modellekről egész pontosan, a Qualcomm szabadalmai miatt, amelyeket súlyosan megsértett ugye az Apple, és hát ugye egy ilyen visszavágóként, vagy revansként az Apple úgy gondolt, hogy akkor módosít picit az eszközök működésén, és akkor ezáltal nem sért szabadalmat. Hát úgy néz ki, hogy ezt úgy lehet, hogy sikerül is neki. Tavaly decemberben született meg az a német bírósági határozat, amelyik szabadalomsértésre hivatkozva megtiltotta az Apple-nek az iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, illetve az iPhone 10-es telefonok értékesítését. Más kérdés, hogy azért független kiskereskedőknél továbbra is hozzá lehetett jutni ezekhez a készülékekhez. A Qualcomm még korábban perelte be az Apple-t Németországban is, azzal vádolva, hogy szabadalmat sértett. Ez utóbbiak olyan megoldásokat fedtek le, amelyek takarékoskodnak az akkumulátor energiájával, miközben a készülék vezeték nélkül jeleket küld, illetve fogad. Most viszont az Apple bejelentette, hogy visszatérnek ezek az iPhone-ok az üzletekbe, legalábbis ha az Intel modemjei helyett a Qualcomm eszközei kerülhetnek bele. Vagy micsoda? Igen. A problémát nem maga az Intel modem jelentette, hanem egy plusz chip az úgynevezett Qwerty-tól, amire viszont mindenképpen szükség volt, hogy az Intel modemjei működőképesek legyenek. Az Apple azt nyilatkozta, hogy nem volt más választása, mint egyetlen módja, hogy értékesítse a régebbi iPhone-okat a német piacon. Az újabb iPhone-okban egyébként maradtak az Intel modemek. Amúgy az Apple is vádolja a Qualcommot illegális szabadalom licenszelési gyakorlata miatt, amellyel ugye saját monopóliumát védi a modem csippeken. A fő ügy tárgyalására áprilisban kerülhet majd sor az Egyesült Államokban, na annak a végkimenetele az valószínűleg egy kicsit súlyosabb lesz nagy valószínűséggel, bár első körben csak az Egyesült Államokban, de ott jól fekszik az Apple, maradjunk ennyiben, tehát ott valószínűleg nem fogják betiltani az értékesítését az iPhone-oknak, már csak azért is, mert az Egyesült Államokban veszik a legtöbben még mindig ezt a készüléket. 5G, ugye sokszor esik mostanában szó erről, és hát a kutatók is nekiállták kutatni az 5G-s technológiát, hogy ez vajon milyen hatással lesz ránk, ugye tudjuk, hogy a mobil telefonok rádiósugárzásával kapcsolatban rengeteg kutatás van, egyik sem bizonyította be egyértelműen, hogy ez káros lenne az egészségre, ám de ugye, mint új technológia, az 5G-s mobil hálózatok esetén újra felmerült ez a kérdés, hogy vajon, hogyha ennyire nagy sávszélességen, magas frekvenciákon működő rádióhullámokat bocsátanak ki, majd ráadásul elég sűrűn ezek a mobil tornyok, az mennyire lesz vajon veszélyes az embereknek az egészségére. Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első generációs 5G-s mobil hálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk biztosak abban, hogy a magasabb frekvencián működő rendszereknek milyen hatása lesz az emberi szervezetre. Az egyelőre nem lehet mondani, hogy az 5G-s hálózatok valódi egészségügyi kockázatot jelentenének az emberek számára, de az ellenkezőjét sem lehet egyértelműen kijelenteni. Ehhez ugye sokkal hosszabb időt felülelő vizsgálatok kellenének. Ám ilyen hosszú kísérletekre a bevezetés küszöbén már egészen biztosan nincsen idő, mondta el Túróci György, a Nemzeti Népegészségügyi Központ sugárbiológiai és sugáregészségügyi főosztályának illetékes szakosztályvezetője.
gondolom, ahány szótagból áll, annyival több a fizetése is. Hasonlóan látják a kérdést azok a kutatók, illetve orvosok, akik még 2017. szeptemberében nyílt levélben kértek időt. Ne kérjétek időt, tessék fejleszteni, nehogy megálljanak itt a fejlesztések, holmi, jaj, úristen, majd itt azért rákot kapunk az 5G-től, ami egyáltalán nincs bizonyítva, mint ahogy 20x éve működnek mobil hálózatok, és még senki nem kapott rákot a mobiltól. Ne emiatt lassul el a fejlődés, mert akkor nagyon csúnya leszek. Vagy vagyok, vagy nem tudom. Na, ma már egyébként több mint 48 ezer tudós, illetve szervezet által aláírt nemzetközi petíció globális moratóriumot követel az 5. generációs mobilhálózatok napjainkban már bevezetésének utolsó fázisában járó telepítésére, ami ugyancsak be nem bizonyosodik, hogy az új technológia nem jelent veszélyt senkire. A meghívás hangneme, vagy illetve a felhívás hangneme elég határozott. Az 5G rendkívüli mértékben növelni fogja a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettséget a már működő 2G, 3G, illetve 4G-s hálózatok mellett. E sugárzás bizonyítottan káros az emberekre és a környezetre. Hol bizony? Az 5G bevezetése embereken és környezeten való kísérletezésnek minősül, amit a nemzetközi jog bűncselekményként tart számon, ezt írják ebben a petícióban. Jesszus, Atya, Úr, Isten, komolyan mondom. És a föld meg lapos, azt azért természetesen azt, hogy ne hagyjuk ki a sorból. Jó, rendben, felolvastuk a közleményt, mi ennyit tudunk tenni az ügy érdekében, akkor is lesz 5G, tehát, hogy ez nem ezen múlik nagy valószínűséggel. Jaj, kihaladt egy Apple hír. Kigyulladt iPad okozta egy férfi halálát, pereli az Apple-t, egy nő, akinek a férje 2 éve halt meg egy lakástűz miatt, amit a kigyulladt iPad okozott. Az eset most került bíróság elé, és annak ellenére, hogy az Apple termékeinél ritka az ilyen meghibásodás, ha kiderül, hogy tényleg ez okozta a balesetet, a nő tetemes kártérítésre számíthat. A Patently Apple által közzétett dokumentum alapján az özvegy Julia Ireland Mio azért perelte az Apple-t, mert férje egy olyan lakástűz miatt halt meg, amit egy elromlott és ezért kigyulladt iPad okozott. Ha elromlott, miért használta? A baleset 2 évvel ezelőtt történt, a készülék elvileg a konyhában volt, ahol az akkumulátor a lángra lobbant, a tűz pedig átterjedt a konyha bútorra, és a lakás lángra kapott. A férj ugyan nem a lakásban hunyt el, de olyan súlyosan megsérült, hogy később belehalt sérüléseibe. A nő szerint eleve veszélyes volt ilyen akkumulátorokkal boltba engedni az iPad-et, bár az nem tiszta, hogy pontosan mi lehetett a készülék problémája. Az ilyen pereskedés egyébként az Apple házatáján elég ritka, mivel nem jellemző, hogy nagyon baj lenne a készülékekbe telepített aksikkal, viszont nem precedens nélküli. 2018-ban például egy Apple Store-t kellett teljesen evakuálni, mert egy táblagép majdnem felrobbant. Pár évvel ezelőtt a Samsung Galaxy Note-okkal volt ugye hasonló probléma, de az almás telefonokra és a táblagépekre tényleg nem jellemzők az ilyesfajta balesetek. Hát azért szépen tudnak kinézni az akkumulátorok, ha elromlanak. Én itt nem mutattam nektek adásba, pedig meg kellett volna mutatni egyébként, hogy egy MacBook Pro készülék, ezt egyébként azért fogdosom, hogy 3 perce, mert inni akarok belőle, még nem tudtam levegőt venni, úgyhogy most veszek egyet, bocsi. Szóval, hogy igaz, ez egy régi MacBook Pro volt, tehát egy 2010-es gép, ami már hát, ugye azért megszolgálta szerintem, hát az árát nem, de úgy leszolgálta, amit kellett, valószínűleg. Azért mondom az árát nem, mert ha leosztott 10 évre is, hogy még mindig mennyibe került egy olyan gép, amikor megvették annak idején, akkor valószínűleg nem olcsón vették, már akkor sem. Na mindegy, most ezt a részét hagyjuk. És hát elég csúnyán fel volt puposodva az akkumulátora. Ez azt jelenti, ugye erről már rengetegszer beszéltünk itt az aksik kapcsán, hogy egy akkumulátor egy laptopban is olyan felhasználástól függ ugyan, de azért egy olyan 3-4 év alatt úgy valószínűleg teljesen tönkre megy. És rossz akkumulátorral használni egy laptopot, vagy akár szó lehet ugyanígy egy táblagépről, okostelefonról, bármiről, nem szabad.
Mert lehet, hogy te úgy gondolod, hogy a laptopod már nem bírja az aksia, ugye, tehát innentől kezdve nem tudod aksiról működtetni, de benne van a készülékben az aksi, és ha te folyamatosan a tápot rádugod, akkor az megpróbálja ettől függetlenül tölteni, és bár elvileg a töltő elektronikának le kéne tiltani a töltést, ez nem minden esetben történik sajnos meg, és bizony egy hibás vagy egy előregedett akkumulátor, ha töltést kap és már nem tudja azt felvenni, akkor sajnos, hát mondjuk úgy, hogy akár balesetveszélyes is lehet, ugyanis elkezd tágulni, ugye, és felpuposodik, és gyakorlatilag akár fel is robbanhat. Ezt be kellett volna nektek mutatnom, majd fotón lehet, hogy holnap bemutatom nektek, mert lefotóztam, hogy hogy nézett ki az a készülék. Majdnem az arcomba robbant egyébként, teszem hozzá, amikor szétszedtem, vagy szét akartam szedni. Már szétnyomta a készülékházat, és hogy szedtem ki a csavarokat, így kilőtte így a csavart konkrétan, amikor így kicsavaroztam. És amikor úgy lejött, tehát már az összes csavart kicsavaroztam, hogy ledobta gyakorlatilag a hátulját, mert annyira szét volt már nyomódva maga az akkumulátor felpupos, hogy nem fért bele a házba, eldeformálta magát a gépházat. És amikor kinyílt, akkor végre egy kicsit nagyobb levegőt kapott, háromszorosára megdagadt egyébként az akkumulátor, és azt hittem, hogy felrobban. Tehát ott is hagytam kicsit tisztes messzeségbe, hogy puffadjon föl még jobban, aztán majd egyszer csak kidurrant, vagy nem tudom, de nem durrant végül ki. De szép nagy lett, tehát hogy így három vagy négyszer akkora volt, mint eredeti állapotában. Kiszereltük a gépből, tettünk bele egy normális akkumulátort, és azóta is működik egyébként. Tehát, hogy magának a gépnek nem lett baja, csak az aksik azért ezt nem túlságosan kultiválják. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha valakinek van régi laptopja, ami még tökéletesen működik egyébként, szedje ki belőle az akkumulátort, ha ki lehet. Ugye az a jó, amiből úgy külső, amiben külső aksi van, és így csak lecsatolod róla, azt köszönjük szépen, tápról ugyanúgy megy tovább. Akinek belső aksia van, annak meg jó lenne vagy egy szervízbe elvinni, vagy ha vagy annyira bátor, akkor szétszerelni a laptopot, és lehúzni azt az akkumulátort az alaplapra, és kiszerelni a gépből. Nem célszerű benne hagyni a számítógépbe az előregedett akkumulátort, mert problémákat okozhat. Magában a gépet is tönkreteheti egyébként, robbanásveszélyes is lehet, ahogy itt a példát is látjuk, úgyhogy tényleg erre figyeljünk oda, jó? Ha régi eszközünk van, hogy nem játék az akkumulátor. Na jól van, még egy gyors hír a Google-lel kapcsolatos, már egyébként ezt is sokszor lehetett hallani, de ugye egyre közelebb kerülünk a videójátékok, egyre közelebb kerül a videójátékok világához a Google, annyira, hogy a jövő hónapban kezdődő Game Developers Conference-en ők maguk is előadást fognak tartani egy új projekt kapcsán. Szokatlan módon a Google is részt vesz a játékfejlesztők éves sereg szemléjén a Game Developers Conference-en, amelyet San Francisco-ban tartanak március 19-én. Az eseményen előadást is tart a kereső óriás, méghozzá egy vadonatúj projekt kapcsán. Hogy pontosan miről lesz szó, egyelőre nem lehet tudni, de a találgatások szerint nem kizárt, hogy a Google saját konzolt fejleszt, vagy már akár fejlesztett, és ennek részleteit fogják majd az érdeklődők elé tárni. A kereső óriás neve egyébként nem ismeretlen a videójátékok világában, néhány hónappal ezelőtt bemutatták a Project Stream technológiájukat, amely lehetővé teszi, hogy azok is csúcs grafikájú programokkal játszanak, akiknek nincs pénzük méregdrága számítógépre, a mesterséges intelligencia terén szintén jó eredményekkel rendelkeznek, a hozzájuk tartozó DeepMind nevű cég olyan algoritmust fejlesztett, amely a vizsgáztatásra felkért StarCraft profikat is agyonverte. Úgyhogy mostanában egyébként tényleg erre lehet készülni, erről is már esett korábban szó, hogy egyre több olyan szolgáltatás indul, és nem csodálom, hogy a Google is ki akarja ebből venni a részét, ami igazából streaming alapú játék. Ugye az Xbox, Microsoft is az Xbox kapcsán próbálkozik ilyesmivel, talán a PS4-en is van valami hasonló, vagy lesz, és ugye egyre több úgymond független, de nagyobb cég is próbálkozik ilyesmivel. Ez azt jelenti, hogy van egy játék, ami egy szerveren fut, gyakorlatilag nem a te saját számítógépeden, és te csak távolról irányítod, egyfajta streamet látsz a játékból, így nincs szükség arra, hogy a te helyi hardvered erős legyen, tehát akár egy telefonon, egy táblagépen tudsz játszani egy olyan játékkal, ami egyébként mondjuk elég nagy grafikai igényű lenne.
Sokan rögtön felsziszennek, hogy hú, de hát stream, hát abban késés van, hát hogy lehet úgy abban majd játszani, hogy lősz, és akkor 3 másodperc múlva látod a lövést, meg ilyenek. Hát azért nagy valószínűséggel nem lesz ekkora lagzás benne. Valamekkora biztos lesz, mert a technológia ilyen, de viszont, hogyha azt nézzük, hogy nem kell hozzá hardware-re beruháznod, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok pénzt meg lehet ezzel majd spórolni, amit majd ki lehet fizetni az havi előfizetésekre, hogyha ugye szeretnél játszani az ilyen játékokkal. És ugye a Google hol jön a képbe? Hát ott, hogy gyakorlatilag mindenkinek a kezében ott az okostelefon. Az okostelefonok közül 10 okostelefonból 9 Google-ös operációs rendszert, ugye az Androidot futtatja. És hát ugye elég sokan játszanak mobilon, tehát már többen lassan, mint konzolon vagy számítógépen, tehát kéne valami olyan platform, ami nem arról szól, hogy vedd meg a csúcstelefont, és azon sem megy rendesen, mert ugye olyan gépigénye van, vagy olyan hardware igénye van ezeknek a mobilra is fejlesztett játékoknak, hanem gyakorlatilag nem kell majd hozzá csúcstelefon, egy bármilyen egyszerű készülékkel is fogsz tudni játszani, mert hát streambe megy a történet. Jó, hát azért ez nem teljesen igaz, hogy bármilyen gagyi telefonnal, de azért a lényeg, hogy nem helyben kell tárolni az adatokat, nem helyben kell erőforrást biztosítani a futásukhoz, hanem távolról gyakorlatilag csak úgymond a videóképét látod a játéknak. Meglátjuk, biztos, hogy e felé megyünk, mert évek óta ezt hallani. Az összes játékgyártó ez irányba tevékenykedik, amellett, hogy természetesen azért még kiadják a hagyományosnak szánt játékokat is, de úgy, ahogy a DVD-s verziók eltűntek, és már online telepítős verziók vannak, így nagy valószínűsége idővel az is el fog tűnni, hogy fizikailag kell neked a játékokat telepíteni. Na jól van, nézzünk hozzászólásokat. Ti mit szóltok ehhez ezekhez a kérdésekhez, amik itt elhangzottak? Szuper a pólom, köszönöm szépen, már jó régi, de ja, szeretem, én ebbe hiszek, ezért van ez a póló rajtam, igen, tehát az Android megeszi a fordítva az almát, ugye, jó étvágyat hozzá. Aztán, jó, akkor mondok még egy-két hírt, mert látom, olyan túlságosan nem vagytok aktívak, úgyhogy, illetve megnézem a másik oldalon, és az a biztos. Mész el innen? Nem mész innen? Ez sok ablakon itt megnyitva. Pillanat. Ja, a Skype-ot közben elindítom. Még lassabb legyen a gépem. TV.fixHD vagy FixTV Hungary. Jó, na! Nem vagytok aktívak, úgyhogy jó, hát akkor én, nekem még van itt egy pár hírem egyébként talonban, hanem nincs kedvetek kérdezni vagy hozzászólni. Ugye tegnapi Samsung bemutatója után azért egy elég velős válasszal kecsegtetett a Huawei is, gondolom megnézték a bemutatót és elképedtek, hogy mit is mutatott be a Samsung, vagy pont, hogy nem elképedtek, hanem a lényeg, hogy reagáltak rá. Ahogy egyébként beszámoltam róla az előbb is, február 20-a nagy nap volt a Samsung életében, hiszen bemutatásra kerültek az S10 mobilak és a régóta rebesgetett összehajtható készülék is. A Huawei nem hagyta ki az alkalmat, hogy némi figyelmet kapjon ő is, kicsikarjon egy kis figyelmet, ha már a félvilág a Samsungot figyeli. A kínaiak a közösségi média több felületén is ADAS marketing csatába kezdtek, többek között a hazai Facebook oldalon és Instagram fiókon is megjelent egy köszönet nyilvánítás, ami ez olvasható: köszönjük, hogy bemelegítettétek a közönséget a nagy show előtt, nagyot megyünk majd március 26-án, készüljetek, ugyanis a Huawei akkor fogja majd leleplezni egyébként a P30-as készülék családja legújabb tagjait. A hivatalos Twitter oldalán pedig nem csak képet, de egy rövidke videót is feltettett kevcsináló kép, egy szöveggel, miszerint a visszaszámlás elkezdődött, az igazán nagy dolgok majd március 26-ai dátummal fognak kiderülni. Nem okoz nagy fejtörést, hogy a kínai cég ezen a napon fogja tehát bemutatni a P30, illetve a P30 Pro készülékeit, amelyekkel kapcsolatban már egyébként szintén beszéltünk róla, szivárogtak ki mindenféle információk, úgyhogy hát kíváncsian várjuk majd itt szép sorjában, a tavasz az megint erről szól, aztán a nyár majd a pihi, nyár végén meg aztán jönnek majd megint a nagy bemutatók.
Most pedig egy telefonáló van a vonalban. Halló, halló! Halló, szia, Bendi! Hello, parancsolj, szia! Szia! Windows 10, és időnként földob egy értesítést, hogy a meghajtó újból kell csatlakoztatni. Túl hosszú ideig volt leválasztva a fáj előzményeket kutató meghajtó, és hát ezt csatlakoztassam. Hát hogy kell azt csatlakoztatni? Hát itt azért tudni kéne, hogy hogy áll össze ez a konfiguráció, tehát van olyan hát külön... Két pincsi van benne, uh-huh. És a egyiken fut a doprendszer, meg minden, a másik az üres, azon a biztonsági mentés van. Uh-huh. Értem, és az állandóan benne van a gépben, az a másik Winchester is? Igen. Tehát állandóan működik, úgymond. Felső, igen. Aha. És amikor látszik, vagy rámész arra a meghajtóra, ott megvannak az adatok, tehát nem sérültek meg, minden működik rajta. Uh-huh. Hát figyelj, nem tudom, hogy akkor mi lehet a gondja. Én értelmezésem szerint ugye az volna, hogy amikor bekapcsolom a gépet, tehát mind a két meghajtó hát csatlakoztatva van, nem? Hát igen, ezért kérdeztem, hogy így van-e megoldva, vagy esetleg külső USB-n vannak csatlakoztatva, vagy benne vannak-e a gépben, de ha benne vannak, akkor úgy állandóan mennie kellene. Le kéne csekkolni a merevlemezeknek az állapotát, a kondícióját, hogy milyen. Mert elképzelhető, hogyha valamelyik merevlemez már esetleg öregszik, nehogy Isten néha esetleg kikapcsol mondjuk az adat meghajtód, amit mondjuk nem mindig használsz, lehet, hogy elmegy aludni, vagy valami, oda írna rá adatot, de éppen nem tudja fölébreszteni, és esetleg vannak ilyen kis kihagyások, és ezért panaszkodik a gép. Ezt esetleg érdemes lenne megnézni, hogy mondjuk HDD szentén... Mondja, hogy amíg nem csatlakoztatom, addig a C meghajtója írja a fáj előzményeket. Aha. Hát igen, tehát ezek szerint ő valamiért nem látja azt a meghajtót időnként. Csak kérdés, hogy miért nem látja? Hát ez. Ezért mondom, hogy nem tudom, ezek régi vinyók? Hogy? Régi hát vinyók nem, ezek? Hát másfél éves, két év. Aha. Figyelj, asztali gépről beszélünk, gondolom, ugye? Asztali gépről, igen. Próbáld meg, hogy kikapcsolt állapotban szépen megmozgatod a kábeleket, kihúzod, kicsit visszadugod, megmozgatod picit. Lehet, hogy valami kontakthiba lesz például, tehát akár ez is okozza, hogy időnként látszik, időnként nem látszik. Meg ha eldobja mondjuk időnként a meghajtót, akkor az sajnos a Windows nem mindig tud azzal mit kezdeni. Ráadásul ez a file előzményes történet, ez ugye az indexelés kapcsán jön elő, igen. Tehát valószínűleg sérült lehet a file rendszer. Bekapcsoláskor, amikor a Windows bootol, nem szokta ellenőrizni a meghajtót időnként? Tehát nincs ilyen, hogy az elején ilyen meghajtó ellenőrzést futtat? Nincs. Hát sőt, amikor ezt az értesítést kapom, akkor ugye vigyá meg is nézem, hát látható az a meghajtó is, tehát... Uh-huh. Igen, de lehet, hogy akkor éppen látható, de elég csak egy pillanatra tűnik el. Tehát, hogy az is lehet, hogy csak pár másodperce tűnik el, de mivel ő folyamatosan ugye ellenőrzi, ezért dobja fel ezt a hiba üzenetet, mert valamiért eltűnik. Tehát ezért kéne megnézni, megmozgatni a csatlakozókat, esetleg kicserélni a SATA kábelt. Azonban így láthatlan, ma nem tudok erre nagyon mit mondani mást. Tehát ezeket így le kéne csekkolni. Mi lehet bármi, lehet táp esetleg, kevés a táp a gépben, vagy nem elég neki, az is eldobálhatja időnként a meghajtókat. És ugyan a rendszer meghajtó is ott van, és ennyire azt is eldobálhatna, de arra azért vigyáz a Windows, hogy amiről fut azért, ha úgy van, akkor az erőforrást oda összpontosítja, tehát inkább a más meghajtókat kapcsol le, hogyha arról van szó. De... hogy mondjam, hogyha két vinyó van a gépbe, és mind a kettőt szeretnéd, hogy menjen, akkor gyakorlatilag annak működnie kellene. Én erre gondolok, hogy valami kontakthiba lesz ott. Aha. Na, majd megnézem akkor. Nem mondom, fájrendszert is érdemes ellenőrizni, illetve magának a vinyónak a kondícióját, még ha nem is öreg maga a vinyó, ettől még elképzelhető, hogy van valami problémája. Aha. Jó, tehát HDD szentében. Hát van ilyen ellenőrző, ott meg lehet nézni. Ja. Jó? Oh. Valakinek van ötlete, természetesen egyéb más, akkor várjuk a hozzászólást, jó? Köszi, hogy hívtál. Oké, köszi. Hello, szia. Hello. Na nézzük, Facebookon van-e valami.
azt mondja, hogy Laca írja nekünk, igazából a lítium aksik az extrém túltöltéstől tudnak felrobbanni, kigyulladni, ezt általában töltés szabályzó elektronika hibája okozza. Az elfáradt, felpuffadt aksik nem szoktak felrobbanni, max szétfolyni. Igen, de ha már öreg akkumulátorokról beszélünk, akkor bizony sajnos az öreg aksik azért nem úgy működnek, mint a fiatalabb aksik. Tehát normál esetben valóban így kéne, hogy működjön, ahogy te mondod. Az extrém túltöltést, meg ugye pont azért, mert ahogy te is itt írtad, hogy van egy töltés szabályzó benne, igazából nem lehet túltölteni az aksit, mert a töltő elektronika, ez a töltés szabályzó lekapcsolja, tehát nem engedi túltölteni. Abban az esetben, hogyha már hibás az aksid, hibás adatokat küld vissza a töltő elektronikának, mert már öreg, ugye? És mondjuk ő azt jelzi, hogy mondjuk már még nincs feltöltődve 100%-ra, mert lehet, hogy már nem is lehet feltölteni 100%-ra, ezért a töltő elektronika úgy gondolja, hogy neki még tölteni kell, és bizony így viszont túl lehet tölteni azt az aksit, és úgy meg már valóban esetleg veszélyes lett. Tehát én ezért mondom azt, egyébként a Mac-nél, ha már itt ugye Mac-kel kapcsolatban volt ez így kiemelve, hogy saját tapasztalatból láttam, a Mac egyébként szól. Tehát szól az operációs rendszer maga, hogyha már, tehát értesít folyamatosan, rámész az aksira, rákattintasz, ott fent a felső sorban ott van az akkumulátor, akkor mutatja, hogy milyen állapotban van az akkumulátor. Folyamatosan rinyál a gép, hogyha régi már az aksi, hogy cserélni kell, blablabla, bla, bla. Ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, tényleg cserélni kell. Egyébként Windowsnál is gyártó függő, de hogyha feltelepítek a gyártónak az ilyen különböző asszisztant utility szoftvereit, akkor egyébként a Windows-os gépek is szólnak az akkumulátor állapotáról. Jó? Oké, újabb telefon? Ja nem, jó, oké, csak azt hittem itt hirtelennyében. Aztán itt van anyukám is, szia anyuci! Aztán Marcel írja itt nekem, szia Wendy, korábban én telefonáltam a műsorba videókártya driver hiba miatt, azzal együtt már kettő frissítés jött ki, ismét hiba van benne, vagyis pár másodpercre elmegy a képernyő, de utána helyreáll. Az a gyanúm, hogy már nem lesz jó a driver Windows 7 alatt. Hát az könnyen elképzelhető, mert mint ugye, ahogy már erről jó párszor beszéltünk, a Windows 7 az egy idestova 10 éves operációs rendszer, idestova több mint egy éve lejárt támogatással, jó, a kiterjesztett támogatás még működik, de az sem túl sokáig. Sőt, tovább megyek, most nyáron ki fog adni egy frissítést a Windows 7-hez egyébként, a 10-et mondtam? Hát 7-ről van szó, jó? Mert néha így elbizonytalanodom arról, hogy miről beszélek, mert kavarognak a gondolatok a fejembe. Szóval a nyáron ki fog adni egy rendkívüli frissítést majd, ezt már így előre bejelentette a Microsoft a Windows 7-hez. A bizonyos SHA titkosítást fognak módosítani, egy nagyobb rendszerbe léptetik majd a titkosítását az operációs rendszernek, és aki ezt nem telepíti fel, az már nyártól nem fog frissítéseket kapni, mert ugyanis ez már az új titkosítással érkeznek majd ezek a frissítések, tehát mindenképpen, aki még Windows 7-et használ, az frissítsen. Jó, mert még ráadásul az se jellemző sajnos azokra az emberekre, akik ilyen régi oprendszert használnak, hogy legalább frissítenék azt az oprendszert. Mondjuk nagy valószínűséggel megvan az oka, Windows 7 korában még úgy nem volt divat oprendszert vásárolni, és nagyon sokan valószínűleg, és ez egyébként nem csak Magyarországra igaz, hanem a világ többi tájára is, hogy körülbelül az operációs rendszerek 80%-a, 80, azért az nagyon sok, 80%-a illegális. És pont ebből kifejezik, csomóan úgy vannak, hogy nem frissítek, mert nehogy baj legyen, valahogy rájöjjön a Microsoft, hogy én itt illegálisan használom, és inkább kikapcsoljuk a frissítést, ne frissítsen, ugye? Tehát, és pedig jó lesz frissíteni, mert utána már nem lesz rá lehetőség, de egyébként meg januártól már egyébként sem, ahogy már beszéltük. Úgyhogy, ja, hát arról meg, hogy bizonyos programok, meg driverek már nem jól mennek rajta, ezen meg egyáltalán ne lepődjünk meg. Tehát, hogy tessék már Windows 10-et használni, és akkor ott, vagy legalább próbáld meg, hogy ott oké-e. Ha van Windows 7-ed, akkor van 10-ed is elvileg. Bár ez is erős volt.
Aztán Jenő írja, hello, energiagazdálkodásnál kellene megnézni, hogy nem-e kapcsol le a HDD X perc után. Ezt kéne kikapcsolni, mert lehet, hogy nem tudja valamiért le felkelteni a gép, vagy a chipset drivert kéne rendesen felrakni, mert lehet, hogy amit a Windows 10 felismer, az nem teljesen kompatibilis az alaplappal. Ez is lehet, ezért mondtam, hogy látatlanban ez kicsit nehéz orvosolni az ilyen problémákat. Elképzelhető. Igen, az energiagazdálkodásnál kapásból asztali gépek esetén érdemes egyébként úgymond full energiával járatni a gépet, mert hogy igazából ott most nem annyira az energiatakarékossága cél szerintem. Bár teszem hozzá, hogyha van egy másodlagos Winchester, amin csak időnként van használva, annak nem is indokolt, hogy állandóan menjen. Tehát akár az le is állhat. Bár valamiért hiányolja, tehát valamit ír oda. Lehet, hogy oda van állítva esetleg a swap, tehát ugye a virtuális memória tárolás. Ugye hogy hívják ezt? Bocsánat, csak már késő van, meg iszonyú meleg van, jön abból légkondiból, aminek hideget kell fújni egyébként, mindegy. Szóval, hogy lapozófájl, nem tudom másképp mondani, lehet, hogy van Windowsban ezt egyébként máshogy hívják, mindegy, lapozófájl, és az, ha mondjuk a D-re van állítva, sokan szokták azt csinálni, ne azon fusson, amin a rendszer, hanem egy külön meghajtó, mert akkor ugye legalább annyival is gyorsabb, hogy nem ugyanazt a meghajtót terheli. Viszont ugye a lapozófájhoz meg nem mindig nyúl hozzá, és ezért, hogyha a lapozófájt akar írni, vagy éppen onnan akar visszahozni valamit, de éppen alszik a vinyó, na lehet, hogy az úgy nem tesz jót az oprendszernek, és azért dobál ilyen hibákat. Tehát ez is lehet gond. Ezt meg kéne nézni, az, az igazság, hogy ezt így most csak ilyen találgatok, mert hát mást így nem nagyon tudok látatlanba. Aztán Bence, szevasz Vendi, a mai napig egy Nokia Lumia 620-at használok, előfordul fogyáskor, hogy csak úgy tudom restartolni, ha kiveszem az aksit. Ha veszek egy új mobilt, amiben beépített aksi van, ilyen esetben hogy tudom azt újraindítani? Értem, hogy nem reagál a telefon a feloldó gomb hosszas... nyomására. Hát elvileg pedig kellene reagálnia. Tehát a kérdés teljesen jogos, de az Androidban, vagy legalábbis én tapasztaltam már, hogy szétfagyott a telefon, de teljesen, és ugye szintén nem lehet levenni az aksit. Nagyon hosszan, tehát oké, hogy hosszan kell nyomni, azt gondolom mindenkinek eljutott a tudatáig, a számítógépeknél is. Ez a telefonnál még hosszabban kell nyomni. De komolyan, tehát lehet, hogy fél percig folyamatosan lenyomva kell tartani a kikapcsoló gombot, és ki fog kapcsolni. Nekem ugyanez volt bekapcsolásnál egyébként, talán már meséltem azt a történetet, hogy úgy lemerítettem a telefonomat, hogy be se akart már kapcsolni. Rádugtam a töltőre, egész nap töltötte, pont külföldön voltam ráadásul, és egyszerűen semmi, se kép, se hang. Majd fogtam a telefont, és egyszerűen úgy voltam vele, hogy én nyomom a bekapcsoló gombot, csak bekapcsol egyszer. És képzeljétek el, 2 perc nyomás után bekapcsolt a telefon. És fura volt töltve az aksi. Tehát hogy az is egy érdekes dolog, mert ugye egész nap utána töltöttem, de nem volt hajlandó bekapcsolni, és 2 percig nyomtam a bekapcsoló gombot folyamatosan, és egyszer csak bekapcsolt. Tehát azt gondolom, hogy eddig még minden telefont újra lehetett indítani, tehát hogy szerintem, ha nagyon hosszan nyomod, ki fogja azt kapcsolni azt a telefont. Jó? Aztán smart vizsgálata sem árton, ezt István írja pontosan, ezért mondtam, hogy egy diagnosztikai szoftvert rá kell ereszteni, mert az minden információt kír róla, ugye a smartot is megvizsgálja, az a vinyónak ugye gyakorlatilag a kondíciójáról ad információkat a smart, ez egyébként az már bekapcsoláskor is, hogyha nincs persze kikapcsolva a BIOS-ban, akkor bekapcsoláskor egyébként ellenőrzi a merevlemezek állapotát, és a smartot is leellenőrzi. Ha oké, akkor nincs gond, ha nem oké, hanem valami más van odaírva, akkor viszont már gondok vannak egy meghajtóval. Pagefile a szó, amit keresel, Vendi, írja Jenő. Igen, pagefile, szerintem az a lapozó fájl, most így magyarul lefordítva, csak nem voltam biztos a szóban.
Aztán Laca írja szintén, bocs, ezt tényleg nem vitatkozni akarok, de az elektronika kapocs feszültséget mér, és ez alapján szabályoz. Tehát azért, mert öreg az aku, azért még a fesz értékek nem változnak, csak nagyon hamar felszalad a kapcsoló feszültség az öreg aksiknál, ha már nem képes felvenni a töltést. De az elektronika ugyanúgy a feszt figyeli, ezért lekapcsol, ha kell, kivéve, ha elromlik az elektronika. Tényleg nem vitából írom, nem is kell beolvasni, már ez a késő. Ezt az elejére írd, és akkor nem olvasom be. Csak pontosítás miatt írom, 5 évig dolgoztam akus cégnél szervízben. Hiszek neked. Hiszek neked, viszont a tapasztalatom azt mutatja, hogy bizony, nagyon sok öreg gépet láttam már benne az aksival, és egy idő után voltak azokkal a gépekkel problémák, tehát az aksi valahogy, lehet, hogy pont azért, mert elvileg már annyira öreg, hogy lehúzod a töltőt róla, és így ki is kapcsol a gép, mert egyszerűen már nem bír semennyit működni az akkumulátor, de mégis benne van. És egy idő után több ilyen gép is volt már vagy több ilyen géppel is volt már dolgom, egy idő után sajnos maga a gép se indul el töltőről sem. És érdekes, amint kivettük az aksit belőle, elindult töltőről. Tehát, hogy valamit akkor ott vagy visszaküld, vagy lezárja a töltő, elektronika inkább nem engedi a gépet bekapcsolni, vagy én nem tudom pontosan, hogy mi hogy működik, meg egyébként ahány gyártó szerintem annyiféle megoldás létezik erre, tehát ezt így teljesen általánosságban így ezt így rámondani, hogy mindegyiknél ugyanúgy kell, hogy működjön ez a töltést szabályzó elektronika. Szerintem ez így ebben a formában nem hiszem, hogy így lenne, de mondom, hiszek neked, ha te tényleg ezzel foglalkozol, te jobban értesz hozzá, de abban azért gondolom egyetérthetünk, hogyha egy aksi öreg és rossz, akkor vagy szedjük ki, vagy, és vegyünk egy újat, az lenne a legjobb, vagy ha nem veszünk újat, mert úgy vagyunk fel, hogy jó az asztali gépnek, és én nem akarom hordozni, akkor legalább szedjük ki azt az aksit. Jó, mert attól függetlenül maga a töltő, úgymond, töltő, hát az aksit töltő, de igazából a laptopnak az adaptere, tehát tápja, tápként még tud funkcionálni, és tudja hajtani a laptopot. Jó, de legalább nem szórakoznak, vagy játszogatnak egymással a töltő elektronika, meg az akkumulátor. Jó. GeForce hibával kapcsolatban Laci itt linkelt valamit, ezek szerint ez egy általános probléma. Érdemes elolvasni akkor, már akinek ilyen videókártyája van. Na jól emlékszem, egyébként itt valami régebbi videókártyáról van egyébként szó, pláne, hogy a Windows 7-ről beszélünk ráadásul, tehát régebbi gép, régebbi videókártya, szerintem, ha jól rémlik, de ne haragudj, hogy nem emlékszem mindenre fejből. Ennyi. Jó van, hát ennyi volt már a Restart, köszönöm szépen a figyelmet. Holnap extra itt lesz Dani, és összefoglaljuk a hét legfontosabb IT eseményeit, kicsit bővebben beszélünk majd a Samsung Unpacked rendezvényről és bemutatott eszközeiről, és természetesen várunk a képernyők elé benneteket, és hozzászólásaitokat is várjuk a megszokott fórumokon. Mára ennyi, szevasztok!